100 évvel ezelőtt a brit ételek fénykorában remek új éttermek nyíltak sztárszakácsokkal, egzotikus újdonságokkal és 12 fogásos étkezésekkel. Étterem kritikusként vonzanak a jó ételek, ezért elhatároztam, hogy egy boldog hétre gazdag edwardiánus úri emberré változom. Évi 700 fontnyi jövedelmemből bőven telik majd puccos éttermekre, de emellett még szakácsot, komornyikot és szobalányt is tarthatok. Társam ezúttal is Sue Perkins komikus lesz, akinek gondtalan úri hölgyként nem lesz más dolga, mint hogy szépítkezzen, kézimunkázzon, franciául tanuljon és bosszankodjon, amiért a nők még mindig nem szavazhatnak. 7 nap alatt egy egész étel és italhegyen kell átrágnunk magunkat. Steak és vesepite az úrnak. Emberes adag. Kér hozzá kolbászt? Persze, miért ne? Most már úgyis mindegy. Aggódsz érte? Félek, hogy elfogysz. Vagy attól, hogy nem. Jöttünk, ettünk, visszamennénk. Az edwardiánus kor. A gazdag edwardiánusok élete partikból, sportmeccsekből és extravagáns ételekből állt. A nőknek mindössze annyi dolguk volt, hogy konyítsanak a tánchoz és a zenéhez. A férfiaknak már fontosabb teendőik voltak. 7. Edward király példáját követve idejüket dohányzással, vadászattal és szeretkezéssel töltötték. Mivel nem szeretnék hozzá hasonlóan szívrohamban meghalni, kivizsgáltatom magam. Az edwardiánusok gyakran halálra ették magukat, mert szervezetük nem tudta elviselni a sok ételt. Testzsír százalék 20,8. Igen. És a súlya 82 kiló. 82? Igen. Van egy kis túlsúlya. Mennyinek kellene lennem? Az ideális testzsír százalék 8 és 20 között van, a magáé viszont 21,6. Az étrend, amit a jövő héten követni fog, hatalmas adagokat tartalmaz. Valószínűleg gyakran felfúvódik majd, gyomorégése lesz, és a gyomra amúgy is nehezen fogja viselni a kiképzést, főleg ha nem ilyen táplálkozáshoz szokott. A szervezete biztosan tiltakozni fog. Folyton vécére kell majd mennem? Nem, inkább székrekedése lesz. A vérteszt eredménye szerint a húgysav szintje elég magas, ami azt jelenti, hogy hajlamos lehet a köszvényre. Azt hittem, hogy a köszvény már régen kihalt. Nem, ez az étkezésen múlik, a belsőségek veszélyesek. Most sok belsőséget fogok enni. Ez érdekes lesz. Belsőség diéta. Meglátjuk, lesz-e belőle köszvény. Az is lehet. Akkoriban igen egészségtelenül étkeztek, rengeteg zsíros és szénhidrátban gazdag ételt fogyasztottak, és nem hiszem, hogy az jó hatással lesz önre. 1900 környékén az angol férfi átlag életkora 42 év volt. Én 37 vagyok, szóval már csak 5 éven van hátra. Nem ajánlom, hogy egy hétnél tovább kövesse ezt az étrendet. Máskülönben minden egyes nappal közelebb kerül egy köszvényrohamhoz. Na hát, ez rossz hír. Pedig úgy vártam ezt a hetet. Dr. Peti intelmeivel a fülemben nekivágok ennek a gyomorégéssel és köszvénnyel kecsegtető hétnek. Sue és én korhű ruhákba bújunk, a nők akkoriban szörnyű fűzőkbe préselték magukat, a férfiak rémálma pedig a keményített gallér volt. Minden vágyam, hogy 35 centisre húzzák a derekamat. Vagy hogy 35 centis csigákat tekerje sok fehérje zabálástól. Reméljük, hogy kényelmetlen ruháinkért kárpótolnak majd a finom falatok. E heti szakácsunk Sophie Grigson, aki a nagy elődök Angus Marshall, Charles Hermansen és Rosa Lewis receptjeit követi. Ez egy heti adag? Ugyan, ne bolondozzon már! Egy havi? Nem, ez itt mind mára van. Ez csak a kettőnké? Vegyük csak a töltött tojást. Hány ilyet tud megenni egy pár egy nap alatt? Én körülbelül 2 olyan tállal tudok legyűrni. Az akkori házakban volt lenti vécé? Ezek után nem fog kelleni. Rengeteg étel veszett kárba, de fontos volt, hogy sokféle fogás legyen. 7 óra reggeli.
zabkása, szardíniás pirítós, köris tojás, grillezett kotlett, kávé, forró csokoládé, kenyér, vaj, méz. Mi ez a habos barna löty? Forró csoki. Tényleg? Kérsz? Persze. A mai egy szokványos napi menü Szent Korabeli szakácskönyvéből. Az edvardiánusok sokkal többet költöttek ételre, mint mi, talán mert kevesebbet adóztak. Szerintem egy hölgy nem így evett. Hát hogyan? Késsel villával. Ez az egyik leggusztustalanabb dolog a világon. Ó, Istenem, szóval ilyen a krémes köripor. Szerintem azt hitték, hogy ez India. Igen. Felhasználhatjuk ezeket is, vagy kérsz még belőle? Igen, kérek még egyet. Jó van. Szóval így indult a kedzseri, ezt az ételt az indiaiak találták ki a gyarmatosítók számára. Remélték, hogy a székrekedés kicsinálja őket. Mártogass bele a kotlettet. Igen? Ja, a curry szószba. Jézusom, mindjárt szétfolyok. Biztos, hogy túléled? Durván kezdődik a nap. Rosszul vagyok. Ebből egy egész birodalom épült fel. Majd uzsonnakor meglátjuk, hogy vagy. Mindjárt ebéd. Remek. Egy óra, ebéd, vese szaté. 15 éve nem ettem vesét. Nem véletlenül. Tényleg van egy enyhe pisi íze. Krumpli püré, makaróni reszelt sajttal. Kérsz ilyet? Nem. Persze, mert a nyelvre vársz. Göngyölt ökörnyelv. Ezt a nyelvet órákon keresztül kell főzni. Ez a titka. Így könnyen leválik majd a bőre. Mint egy szelet elefántormány. Vagy mint egy pata. Páros ujjú pata. A nyelv már nem divatos, pedig szeletelve még most is lehet kapni. Kár elvetni, mert nagyon ízletes. Nézzék csak ezt a szép darabot. Utálom a nyelvet. Gusztustalan, színre, ízre, állagra. Ha az ember eszik húst, akkor nem kellene leragadni a szokványos fajtáknál, és a többit elvetni. Aki ezt teszi, az szerintem éppen a legjobb dolgokból marad ki. Még csak egy napja esszük ezt, de már most itt ülünk magunkba roskadva, csak tologatjuk az ételt a tányéron. Úgy ennék valami zöldet, valami egészségeset. Petrezselyem? Igen. Kérsz? Persze. Miért is ne? 5 óra uzsonna. Kókuszcsók, gyümölcstorta, piskóta, kenyér, vajaspirítós, burgonyás pogácsák. Az uzsonna átvezet az ebédből a vacsorába. Minden ugyanolyan színű. Eddig azt hittem, hogy csak a régi fényképeken tűnt ilyennek, de ezek szerint tényleg ilyen. Látod? Beleolvadok a környezetbe. Bézs vagyok. 8 óra a vacsora. Osztriga pogácsák, vesepecsenye, párolt zeller, libasült, krumplilángos, vanília szuflé. Ma este osztriga pogácsákkal kezdünk, illetve osztrigával töltött kosárkákkal. Az osztrigát depresszió, köszvény és impotencia ellen fogyasztották. 100 évvel ezelőtt az osztriga még nem volt akkora luxus, mint ma. Úgyhogy nem meglepő, hogy egy átlagos napon ezt eszik vacsorára. Nagyon finom. Tudnék még enni, de egy igazi hölgy nem tömi magát. Te mindet felfaltad? Na. Remek. Jöhet a következő fogás. Igen, igazad lehet. Már 4 másodperce várok, hol késik a személyzet. A nap egyetlen zöldsége a zeller a vesepecsenyével megérkezik. Ezt libasült követi. A liba státuszszimbólum volt, a szegények évente egyszer ehettek ilyet, az urak viszont minden nap. Nekem ez nem megy. Hedd már meg. Fogd meg. A szakács egész nap főzött. Ezek igazán szépek lettek. Mint minden étel, az edvardiánus desszert is sok munkát igényelt. Még mindig elég laza, ez jó hír. A szuflét épségben kell feljuttatni az étkezőbe, ami egy külön kihívás Sophie-nak. Az út az alaksori konyhától a fenti étkezőig teljesen tönkretette a szufléimat. Összeestek. Jól néz ki, köszönjük.
Jó, hogy még a desszert is tojás. Reggel töltve, este szufléban. Hánykor reggelizünk? Még csak egy napja vagyunk itt, de már bekebeleztem 5000 kalóriát szemben az orvos által javasolt 1800-zal. Véget ért a nap, ideje ágyba bújni. Ami azt illeti, teljesen élénk vagyok. Azt hiszem, iszom egy korcs madeirát. Ez volt az edvardiánusok kedvenc itala. A király még egy csirkét is bekészítetett éjszakára az ágya mellé, ha megéhezne. Képzelhetik, mennyi liba sült maradt a vacsoráról, miután szegény öreg Szú, aki félig vegetariánus, nem vitt belőle magával egy falatot sem. Az is igaz, hogy mindjárt éjfél van, de azért ezt még befejezem. Nem tudok aludni, túl sokat ettem, és most magamba fordultam. Nem vagyok önmagam. Éjjel már nem érzem olyan fickósnak magam, ezért keresek valami gyógyreceptet Szent könyvében. Marha tea marhahús levéből. Hozzávalók, egy uncia apróra vágott marhahús és egy kanál víz. Tegyük egy üvegbe a húst és a vizet. Egy leveses kanálnyi vizet. A befőttes üveget tegyük meleg helyre. Egy óra múltán szűrjük le, és piros vagy zöld boros pohárban szervírozzuk. A várakozási idő alatt a beteg fogyaszthat egy kevéske osztrigát. Ez a sok étel itt mind-mind gyomorbántalmakra van. Diétás pirítós. A tápláló pirítóshoz daraboljunk fel 1-2 uncia sovány marha húst, tegyük serpenyőbe, és fél uncia vajon pirítsuk barnára. Enyhén sózzuk meg. Én szívem szerint tennék hozzá még egy kis Worcester és Tabasco szószt is, de az most nem tenne jót. Pirítsunk 2 vékony szelet kenyeret, vékonyan vajazzuk meg őket, és halmozzuk rájuk a marha húst. Forrón petrezselyemmel tálaljuk. A gyomrom még nincs felkészülve ezekre a gyógyszerekre, úgyhogy csak fél szelettel kezdek. Ez valószínűleg a homeopátia elvén alapul. Kis dózisban alkalmazzuk azt, ami a bajt okozta. Közben ideje leszűrni a nyers marha teát. Akkoriban hihetetlenül érdekes dologra használták a tea kifejezést. Megint piros vagy zöld poharat javasol, de nekem csak ilyen egyszerű boros poharam van. Szerintem ez is megteszi. Habár kimostam ezt a savanyú uborkás üveget, mégis uborka szaga van. Legalábbis remélem, hogy az, mert különben valami nagy baj van idebent. Szóval, marha tea, savanyú uborkával. Szavakkal ki sem tudom fejezni, milyen visszataszító. Egyszerűen undorító. És ezt adják a betegeknek. Mondjuk, ha meg akarják ölni őket. Ezt meg kell innom. Nem is tudom. És a hányok? Nem hiszem, hogy az uborkás mellé kizemelne a nívon. Olyan, mintha enyhén állott marhahúst nyalogatnék. Egy kicsit zsíros. Nem is tudom. Ne, gyere fene! Nem is rossz, csinálok még! 4 órával később. Azt hiszem, ezt elkiabáltam. Hajnali 3-kor volt egy kis gond. Aztán 4-kor is. Nem bírom tovább. Nem bírok többször kimenni a WC-re és hallgatni, ahogy csobbannak a kőkemény bogyók. Holnap korán kelek, hogy elmenjünk a Simpsonsba reggelizni. Vágyom rá, mint mókus az erdőtűzre. Na jó, iszom még egy korcs madeirát. Második nap.
Az éttermek az edvardiánus korban terjedtek el igazán. A királynő otthon étkezett, de a fia szeretett vendéglőbe járni. És amit a király kedvelt, azt a gazdagok is. A nagyvárosokban gombamód szaporodtak a divatos éttermek. A Simpsons 100 évvel ezelőtt nyílt. A földszint a férfiak számára volt fenntartva, a hölgyek csak fent étkezhettek. Mr. Wilcox is idehozta Margaretet a Howards Endben. Jöhet a reggeli? Hogyne, majd megveszek érte. Reggeli. Füstölt tőkehal, rántotta, lazac, felvágott, vadhús, gyümölcs, szalonna, kolbász, fűszeres vese, kedzseré. 4 szelet szalonnát kérek. Parancsoljon. És az összes kolbászt. Én megehetném a szalonnákat. Hát azt tisztítsuk meg a tálat. Megeszünk egy disznót. Azt hiszem a hétvégére már nem fogok tudni felkelni. És morcos is leszek. Sosem eszem ennyi húst. Azt hiszem, nekem már kitágult a gyomrom. Ha véget ér ez a hét, nagy csalódások fognak érni. Hozzászokom a rengeteg kolbászhoz, szalonnához és tojáshoz. Azt hiszem, ezek után bátran kijelenthetjük, hogy ez volt az angol reggeli abszolút fénykora. A háború végére a kiadós angol reggeli eltűnt a süllyesztőben, és megjelentek az amerikai gabonapelyhek. A mértéktelen dőzsölés eredményeképpen a történelem során először az elhízás népbetegséggé vált, és megjelentek az őrültebbnél őrültebb diéták. Ebéd. Osztriga, libamájpástétom, rákpástétom, rostonsült tőkehal spárgával, petrezselyem szósszal, párolt ürühús, töltött galamb, rebarbara, savanykás krémmel, bombonok. Ma a Covent Garden-i Rouge-ban ebédelünk, ahol annak idején a király is gyakran betért szeretőjével, Lily Landgree-vel. Velünk tart Tim Armstrong, a fletcherizmus egyik szakértője. Ez egy edvardiánus étkezési mód, amely a fogyást hivatott elősegíteni. A fletcherizmus az amerikai Horace Fletcher találmánya, aki a hosszabb átlag életkor és az egészség érdekében kifejlesztette az evési technikáját. Fletcher elterjesztette azt az elméletet, miszerint a hosszas rágás a megfelelő emésztés kulcsa. Az ételt addig kell rágni, amíg már szinte folyékonnyá válik. És mivel a szervezetünk pontosan tudja, mi a legjobb nekünk, természetes nyelési reflexünk jelzi, hogy mikor kell a falatot lenyelni. Készen állnak? Igen. Rajta. Rendben. A fletcheriánusok fejüket lehajtva rágták folyékonnyá az ételt. Erre azért volt szükség, hogy a test könnyebben felszívhassa a tápanyagokat. A ceremónia mester csengővel jelezte, mikor kell nyelni. Ez pont olyan volt, mint az előbbi a rákokkal. Nekem bejött, így észrevettem ezeket a kis fűszernövényeket is. Most rágjunk meg egy osztrigát. Én ezt a nagyot kérem. Vágjunk bele. A módszer hamar elterjedt. Még egy rangos orvosi lap is írt róla. Külön étkezdék nyíltak, ahol a hívők együtt masztikálhattak. Még a király is fletcheriánusnak vallotta magát, de a képek nem erről árulkodnak. Sajnáljuk, hogy eddig tartott. 4 óra. Sokat kellett rágni. Csak ne egy ilyen üljön melletted. Az a vicces rágópasas. Igen, ez gyönyörű. Óra indul. Nem lehetünk valami felemelő látvány. Egy korabeli író feljegyzései szerint a fletcheriánusok gyakran teljesen tönkretették az éttermek hangulatát órákon át tartó néma kérődzésükkel. Kezd fájni az állkapcsom. Mire elérünk a korban oly népszerű rebarbarához, már torkig vagyunk a sok rágással. Hogy érzed magad? Tele vagyok. Teljesen tele vagyok. Még maradt hely egy-két bombonnak, de muszáj sétálnom egyet. Szabad nekünk felállni és sétafikálni? Nem meglepő, hogy a módszer néhány év múlva eltűnt.
A Ritzhez, a Savoyhoz és a Waldorfhoz hasonlóan a Claridge's is kedvelt uzsonnázó hely volt. A délutáni teákon igen fontos volt a megjelenés, és mivel ez nem az erősségem, segítségül hívtam Jean Brooks Smith etikett szakértőt. Uzsonna. Szendvicsek, skót palacsinta, sonkás pirítós, rákpástétom, Charlotte torta. Hogyan lehet ezeket elegánsan elfogyasztani? Először is mindvégig magán kell tartania a kalapját és a kesztyűjét. Ezt kesztyűben is lehet enni? Igen, de csak kicsiket harapjon, és utána tegye le. Így másfél óra alatt eszem meg egyet, pedig egy pillanat is elég lenne. Igen, de ne feledje, hogy az uzsonna ráérős program volt, visszafogott társalgással. Mondjuk a kézi munkáról? Igen, és sokszor franciául csevegtek. Ó, hogy ne. Néha még németül is, de a francia volt a társalgási nyelv. A nyelvtanulás nem lehetett nehéz akkoriban, mivel csak annyit kellett tudniuk, hogy megy a varrás. Pontosan. Ez szörnyen hangzik. Hogy megy a varrás? Ó, igen. Hogy megy a varrás? Már értem. Hogy megy a varrás? Nos, ez utóbbi 45 percben mindössze 4 keresztöltést csináltam. Ma fallabda meccsem lesz. Ez a játék 1880 környékén terjedt el, és az én iskolási éveim alatt. 1900 és 1910 között élte fénykorát. Ma az Old Switchins ellen fogunk játszani. Mint látják, igazi edwardiánus felszerelésben vagyok. Hosszú alsó, boxcipő, ez komoly mes lesz a Nemzeti Liga B csoportosaival. Iszom egy kortyot, mert régen ez volt a szokás. A nagy játékosok mind legurítottak egy-egy pohárral a félidőben. Charles Anthony Fry, akkor egyik legnagyobb sportembere a hírek szerint egyáltalán nem vetette meg a jó szivart és az italt. A távolugrás világrekordja előtt például éppen ennek a két szenvedélyének hódolt. Ugrás előtt odaadta a brandis poharat és az égő szivart az egyik barátjának, vagy talán a szolgájának, majd amikor végzett az ugrással, folytatta tovább az ivást és a szivarozást is. A sportolók sajnos manapság energiaitalokkal turbozzák fel magukat a meccsek előtt. De én fogom magam, és inkább bekapok egy gyönyörű, kicsi pimasz pitét. Innen. Nem tudom, mi ezt itt tudjátok? Bárányos pite, és egy jó ital. Ördög, ilyen jól játszottam. Mint egy sztár. Mostantól egészen máshogy fogok sportolni. Most már értem, hogy mire jó ez a liba. Meg a szivar, meg a madeira. Ezeknek köszönhető az edwardiánusok kimagasló teljesítménye. Remekül érzem magam. Ja, és végre voltam WC-n. A küzdelem kirázta belőlem a dolgokat, mint a régi szép időkben. Minden flottul ment. Már alig várom a holnapot. Ma egy lépést sem mozdultam. Az elmúlt két napban megettem az egész éves adagomat. És ma ismerkedtem a háztartással. Olyasmikkel, mint a kerti locsoló, vagy az őrölt kávé. Persze nem azért, mert dolgozni akarok, csak szeretnék összerakni egy házi beöntő szerkezetet. Harmadik nap. A tegnapi meccs sikerén felbuzdulva úgy döntöttem, hogy folytatom a sportot. A köszvény ellenére az edwardiánusok törődtek a testükkel. Akkoriban lényegesen többet mozogtak, mint mi, amire szükségük is volt a rengeteg kalória miatt. A lusták inkább gyógyfürdőkbe jártak, ahol ekkor tájt terjedt el a beöntés. Ma egy 9 fogásos vacsorához vásárolunk, amit Sophie fog megfőzni. Nagyon kellemes. 100 éve egy ilyen vacsora 24 fontba került, ami ma 2000 fontnak felel meg.
társasági emberek hetente rendeztek ilyen partikat. Jó reggelt! Disznóláb van? Mennyit parancsol? Legyen mondjuk 2. Tökéletes. Ez a teknős leveshez kell, mert teknős nincs. Jó. Igen, az jó lesz. Jó lesz így, vagy felvágjam? Nem is tudom. Jó, vágja fel. Úgy néznek ki, mint Victoria Beckham lábai egy esti buli után. Ez azért húsosabb, mint Victoria lábai. Ez egy hamis teknős béka leves lesz. A borjúfej sem lesz könnyű eset. A disznó lábak felizgatták a gyomrunkat, ezért elugrunk reggelizni. Az edwardiánusok imádták a sütödéket. A bár székeket viszont nem kedvelnék. Gyere fel, segítelek, szökkenj fel, szívem hölgye! Reggeli. Grillezett kacsa, grill csirke, répakockák, burgonya, rozépesgő. Pohárban nem árulnak Dom Perignont? Nem, csak üvegben. Képzeld, nincs 1899-es évjáratuk, akkor marad a rozépesgő. Rendben. A pesgő a kor kedvenc itala volt. A kellemes, buborékos különlegességet már délelőtt 11 órától fogyasztották. Ezt a csirkét elpusztítottuk. Ezek az edwardiánusok. Reggeli ez pesgő, ezt tetszik? Csincsim. Churchill. Minden reggel megivott fél üveggel. De a pesgő nem minden. A ma esti lakomához vörösborra is szükségünk lesz. Simon Barry családja 1698 óta árul bort. Simon Barry. Giles Corran. Illetve az edwardiánus kiadásom. Ma este fogadást adunk, ezért szeretnék tanulni valamit az edwardiánus borivási szokásokról. Csak döntötték magukba a bort, mint manapság, vagy van valami különbség? Nem pont ugyanazt itták, mint mi a mai vacsorákon. Nem mondanám, hogy jobb boraik voltak, mert az edwardiánus borkészítés színvonala sokkal alacsonyabb volt, mint a mai. Maguk az ivási szokások is mások voltak, és mellesleg sokkal édesebb dolgokat fogyasztottak, mint mi. Mit javasol ma estére? Az edwardiánusok a német bort szerették. Ez egy nagyon kellemes fajta. Akkoriban jóval drágább volt a finom francia vörösboroknál, de most már csak 19 fontba kerül üvegje. Ez egy remek bor. Szerintem egy kis Liebfraumlichal is le tudnám nyűgözni őket, és az is drágább a francia bornál. Előbb-utóbb lebukna vele. Szóval ez? Én ezt ajánlom. Ezen kívül szükség lesz még egy kis burgundira. A főfogás végén az dukál. 1910 környékén a legismertebb elegáns burgundi borunk a Domaine de la Romanée Conti volt. Kérek egy rekesszel. Ahogy parancsolja, de ez egy igen drága bor. Akkoriban egy tucat, úgy 200 shilling volt, tehát palackja egy fontba került. Na és ma? Az 1990-es Romanée Conti üvege 9000 font. Régebbi nincs, mert egy fontért megvenném. Mind elfogyott. Elkapkodták. A borokon kívül gondolni kell a likőrökre is. Főként, ha az egészségi állapota nem a legtökéletesebb. Hétvégére nem lesz az. Igen, a hétvégén már nem lesz az. Én ezt ajánlom. Ez itt a király gyömbérlikőrje. A mi királyunk? Igen, pontosan. 7. Edward számára készítették. Az orvosok aggódtak, hogy a király halálra fagy az új nyitott automobiljában, ezért készítettek számára egy újfajta szíverősítő itókát, ami melegen tartja utazás közben. Bár csak az én orvosom is így aggódna. Akkoriban tudtak élni. Bizony. Ez az üveg a kezemben az edwardiánus korból maradt meg. Ebből mindenképpen vigyen néhány üveggel, hogy a vendégek jó hangulatban menjenek haza. Amíg felhozom a Romanée Contit, lenne kedve megméreckedni? Ez a furcsa szokás akkor terjedt el a Barry üzletben, amikor leálltak a kávéforgalmazással. Az orvosi rendelőkön kívül csak itt lehetett méreckedni, és Barryék minden eredményt feljegyeztek. Foglaljon helyet. Na hát, mennyi súly? Ezeket leveszem. Most 160 kiló van rajta. Te jó ég. Segítsek? Nem, semmi baj. Egyébként csak a ruháim ilyen nehezek, nem én. A feljegyzésekben van egy kifogáslista, amin ilyenek szerepelnek, mint sáros csizma vagy nehéz kabát. De ha egyszer tényleg így van, ez a gyapjú Wooster kabát nagyon nehéz, legalább 3 kilogramm.
A mérleg szerint a súlya 190 font, ami körülbelül 88 kilónak felel meg. Nagyszerű, ezek szerint két nap alatt 6 kilót szedtem fel. Egy edwardiánus fogadás pazar esemény volt. Egy törekvő házigazda nagy sikereket érhetett el egy jó szakáccsal. Jó estét! Szerintem akkoriban egy ilyen puszi felért egy szerelmi viszonnyal. Még egy magamfajta szerény fickó sem esett volna hasra 20 vendégtől és egy 9 fogásos menütől különféle italokkal. Vacsora, dinnyekehely, hamis teknős leves, nyelvhal morzsával, spárga és rákpüré aszpikban, főtt ürühús kapribogyószósszal, párolt répa, sült burgonya, fürjes pite, puncs, barack sártrőz zselében, gyümölcskosár, gyömbérbe főtt és likőrök. Vendégeink Juliet Gardiner történész és a politikus Roy Hattersley. Az első fogás dinnyekehely. A sárga dinnye akkoriban hatalmas luxusnak számított. Darabja 1 fontot kóstált, ami ma 80 font. Ez nem is igazi edwardiánus vacsora, mert ilyesmit csak kevesen ehettek, a népesség 1/10%-a. A munkásosztály mit evett? A legtöbben főként zsíros kenyeret. Vagy lekváros kenyeret. Valamilyen kenyeret. A gazdagok nem csak azért ettek ilyeneket, mert szerették, hanem mert muszáj volt. Így fitoktatták a vagyonukat. A következő fogás hamis teknős békaleves, amelyben a borjú fő és a sertésláb biztosítja a zselés állagot. Ó, nézzék ezt a nyúlós zselét! Ó, bárcsak az enyém is ilyen takonyszerű lenne! A Karib-tengerről érkező teknősök lábait leszögezték, hogy ne tudjanak kúszni-mászni a hajó aljában. A teknős olyan népszerű volt, hogy gyakran kifogyott. Így született a hamis teknős leves. Az állati jogokkal akkoriban nem törődtek. A nők nem csak ették a húst, de gyakran egy félsirállyal díszítették a kalapjukat. 7. Edward ugyan királyi intézménnyé tette a Madárvédő Egyesületet, de mégis naponta járt fogoly és galambvadászatra. Volt, hogy egy nap 4000 madarat pusztítottak el. Ezt már utódja a későbbi 5. György király is sokkalta egy kicsit. A főfogás előtti utolsó előételnél a szakácsnak ki kellett tennie magáért, ezért ezek a fogások gyakran idétlen formákat öltöttek. Ehhez mindig pezsgőt fogyasztottak. Mi a véleményük erről a rákpüréről? Szerintem finom. Szerintem is. Nem lett volna sokkal jobb, ha ezeket a rákokat páncéllal együtt megfőzik és egy kis citromlével elénk teszik? Nekem ízlik. Ez is túl van lihegve. Ez is gyönyörű, ahogy akkoriban minden. Ízléses. Igen. Bár ez így tényleg túl drágának. Mert az is. Mire a főtt ürühús kapribogyószósszal megérkezik, Roy lelép. Viszlát később. Ne álljanak fel, maradjanak. Köszönöm. Nem csak hölgyeknél kell felállni? Most, hogy Roy elment, kezdődhet az igazi buli. Ó, megérkezett a puncs. Megiszom a boromat. Az este során ittunk már pezsgőt, német bort, francia bort, és most ezt a pezsgőből, borból és rumból készült puncsot. Az edwardiánus hölgyek éppen csak kortyolgattak az eléjük rakott italokból, de Sue teljesen modern stílusban vedel. A végső döfést a marha és fagyús fürj pite adja meg. Ez olyan, mint egy agyműtét, nem? Ez egyszerűen rettenetes. A tésztája viszont fantasztikus. Ebbe a tésztába folytották bele a marhát. Szeretnék végre panaszáradat nélkül enni. Tudod mit? Én emelkedett témákat dobok be, te meg maradj a kirakós játéknál. Miközben fent zajlik a mulatság, a konyhában kitör a zselékrízis. Miért nem dermed meg? Segítség! Ez nem csinál semmit. A formázott zselé volt a vacsora csúcspontja, ha nem sikerült, a házi asszonynak szégyenkeznie kellett. Bármilyen részeg volt is. Ez történik, ha keverem a különböző alkoholokat. Na jó, hol az a kirakós? Nem tökéletes, de legalább egyben van és rezeg. Hűha!
Ez a szellemirtokból jött? Isten ilyen néz ki. A tény, hogy ez az est fénypontja mély depresszióba taszít. Miért? Mi van benne? Embrió. Ez olyan étteremkritikusi szleng, igaz? Negyedik nap. Egy ilyen éjszaka után le kell vinnem a koleszterin szintemet. Persze az élet nem csak aszpikos bíbic tojásokból áll. A dolgozó férfi napközben gyakran a klubban vagy egy igazán férfias helyen egy steak étteremben ebédelt. A Cornhilly Simpsons 1757-ben nyitott. Mivel nők csak 1916 után látogathatták, Sue sajnos egyelőre nem tarthat velem. Leülhetek, uraim? Parancsoljon. Jó napot. Az egy kalaptartó? Igen, tegye csak fel oda. Nem szeretném elveszíteni. Ebéd, steak és vesepite, grillezett sertésszelet, kolbász, olvasztott sajt, vörösbor. Egy fenét fogok otthon üldögélni a kézi munkáimmal. Inkább ellátogatok Brightonba, az edwardiánusok kedvenc városába. A vasút ekkor élte fénykorát. A sínek behálózták az országot, a jegyek pedig olcsók voltak. A vagonokat folyosókkal kötötték össze, hogy a hölgyek egyedül is biztonságban utazhassanak. Az étkezőben ötfogásos menüket kínáltak, de mivel ez a szolgáltatás mára kiveszett, inkább otthonról hoztam ebédet magamnak. Ebéd. Spárga, homár, Károly módra, ír sprotni sütve, bíbic tojás aszpikban, füstölt lazac tölcsér. A korai Madonna. Szalmagundi, rizspuding aszalt szilva kompóttal leöntve, puszedlik, pesgő. Ez a törzs helyük? Gyakran járnak ide? 1955 óta. Te jó ég, szóval már 50 éve, sokat változott ez a hely? Nem. Talán annyiban, hogy több nő jár ide, mint annak idején. És az jó? Dehogy. Ugyehogy nem, szörnyű, férfiak közt a legjobb lenni. Steak és vesepite az úrnak. Emberes adag. Parancsoljon. Köszönöm. Kér hozzá esetleg egy kis kolbászt, uram? Persze, miért ne? Egy kis kolbász, fantasztikus. Tökéletes, köszönöm. Ilyen adagok mellett nem csoda, hogy egy ebéd néha 4 órán át tartott. Ez valószínűleg a legbüdösebb étel, amit valaha szagoltam. Ez a homárpástétom úgy bűzlik, mintha ma reggel halázták volna ki a Temzéből. De ez az olajos haltölcsér sem sokkal jobb. Az a helyzet, hogy ettől a szaktól öklendeznem kell. Mivel kezdjem a homárral? Ez inkább homárpüré, kissé darabos. Ez ocsmány, de tényleg. Hányás. Meg kell ennem egy sprotnit, hogy kimossam ezt az ízt. Na jó, ez itt szardella és alma. És azt hiszem, Istenem, fokhagyma és kapribogyó, olyan, mint a rákcsálóalom és a hányadék keveréke. A szalmagundi a kor egyik kedvenc étele volt, szinte mindenhez ezt tették. Ennyi. Nem lehelhetek rá senkire. Az egyik utas teljesen rosszul lett ettől a szaktól. A következő állomás Kelet-Croydon. Számomra nincs nagyobb öröm, mint egy ilyen lakomát elfogyasztani. Közvetlenül a világ egyik legszebb vasútállomása mellett.
Úgy tele vagyok, hogy már a szemeim is elhájasodtak. Azt hiszem, egy edwardiánus összeesküvés áldozata vagyok. Minden isteni volt, a pite, a hús és a kolbász is, de annyi fehérjét és zsírt vittem be a szervezetembe, mint máskor egy egész hónap alatt. Adhatok valamit? Egy kis teát, köszönöm. Assam tea? Nem, Darjeeling. Darjeeling? Igen. Pompás. Nagyon köszönöm. Ez csak egy 50 perces út, úgyhogy egy kicsit fel kell pörgetnem a ritmust. Ez itt Ree à la Peratrez, vagyis tulajdonképpen réspuding. Olyan édes, hogy sírni tudnék. Már sírok is. Még sohasem ettem ennyi cukrot. Egy kicsit furcsa a cukor és a fűszer növények párosítása. El sem hiszem, hogy ennyit ettem. A férfiakhoz nagyon is illik ez a fajta egyél, amennyi belét fér, pusztíts, amennyit csak bírsz típusú felfogás, de a nőktől távol áll. Én képtelen lennék ezzel nap mint nap szembenézni. Voltak nők, akik néha le sem mentek reggelizni vagy ebédelni, mert egyszerűen megrettentek attól az ételmennyiségtől, amit eléjük tálaltak. Ha pedig lementek enni, akkor is csak tologatták az ételt. Egy hét után az ember megérti a félelmüket. Mikor lesz ennek vége? A steak vendéglőkbe olyan hírességek jártak, mint Dickens és Thackeray, vagy az első hivatalos étteremkritikus, Newman Davis. A fémtálkában szervírozott olvasztott sajt pirítóssal érkezik. A mustárral kevert sajtot hagyományosan pirítósra kenve kell fogyasztani. Na hát, milyen érdekes étel. Ez valószínűleg újdonság lehetett akkoriban. Az edwardiánusok kezdték el igazán befogadni a francia konyhát, mert azelőtt a legtöbben elutasították az idegen ízeket. De nyilván akkor is voltak, akik inkább elugrottak a jó öreg steak vendéglőkbe egy tálkányi olvasztott sajtra pirítóssal. Ma rémálmaim lesznek. Egy hatalmas olvasztott sajt fog üldözni a főutcán. Megint éjfél van. Egész jól érzem magam, és szerintem nem is híztam. Lehet, hogy Atkins diétán vagyok, mert kerülöm a nehéz ételeket. Nem tudom, mi a helyzet a koleszterin szintemmel. Időközben eszembe jutott, hogy ez a finom kis madeira, amit folyamatosan kortyolgatok, éppen egy olyan dolog, amit az a drága öltönyös Harley Street-i orvosom annyira ellenzett a köszvény hajlamom miatt. Hatodik nap. Az edwardiánusok tudták, hogyan üssék el az étkezések közti időt. Mi lehet jobb egy kis ugratásnál? Milyen gyönyörű virág! Nem ülünk le? Üljünk le és ígyunk egyet. Ferdén áll az a kép. Ja, mégsem, igyál egyet. Gazdag úrihölgyként kezdem halálra unni magam. Még szerencse, hogy a nők ekkortájt kezdtek öntudatukra ébredni. 1903-ban Emmeline Pankhurst megalapította a Nők Szociális és Politikai Egyesületét. Ez a csoportosulás indította el a szüfrazsett mozgalmat. Edwardiánus hölgyként jogomban áll téged elcitálni egy igen kellemes helyre. Ez egy vega étterem. Olyan nem is volt. Dehogy nem, országszerte összesen 52 vegetariánus étterem működött. Ezek közül egyik sem maradt fent, de Mildrednél kaphatunk egy igazi korabeli menüt. Ebéd. Zöldségleves, lencseragú, gombás pite, gyömbérsör. Ide régen is eljárhattam volna. Nyugodt szívvel elengedhettél volna, mert a vegetariánus éttermekben nem árulnak alkoholt. Tehát itt nem csinálhatok hülyét magamból. Ezek a helyek lettek a szüfrazsett mozgalom melegágyai, mert a hölgyek itt nyugodtan összeülhettek egy kis politizálásra és csevegésre. És mivel a vegetariánus étel sokkal hamarabb megfő, mint a hús, a nőknek kevesebb időt kellett eltölteniük a konyhában.
Modjokin nevéhez köthető, azaz érdekes felismerés, miszerint a legharcosabb szifrazsettek mindannyian vegetariánusok voltak. Nem véletlenül, hiszen a bebörtönzött szifrazsettek inkább zöldségeket fogyasztottak az ehetetlen hús helyett. De nem voltak vegák. Nem. Viszont bolondok voltak. A viktoriánusok a zöldséget nem is tekintették ételnek, mert nem volt laktató. Nagy elődöm Newman Davis egyszer elment egy vegetariánus étterembe, és végigevett egy 12 fogásos menüt. Minden megdöbbentően olcsó volt, de a végén úgy érezte, hogy szinte üres a gyomra. Úgyhogy átment egy steak vendéglőbe. Az mi? Ez valami isteni. Olyan, mint a húsos almás pite, de a húst itt hatalmas gombával helyettesítik. Finom fűszerekkel. És mi helyettesíti a gombát? Ez nem egy tipikus edwardiánus hely, nincs külön felső szintje. Pedig Margaret Schlegel egy ilyen vegetariánus étterembe vitte a társaságot. A Howard Zenbe? Igen. Ilyet az akvárium alján látni. A kornak olyan híres férfi vegetariánusai voltak, mint G.B. Shaw vagy Booth, az üdvfadsereg megalapítója. Elnézést. Semmi baj, belefér. Azt hittem, hogy csak a hús hat így rám. Ennek vannak előnyei. Mintha valami ki akarna törni belőlem. Valami ki akar törni. Az ördög. Te is csinálod. Ne ezt hibáztasd, mert már 5 napja böfögsz. Azok bájos pici böfik voltak. Az nem, amit a báránykotlet után előadtál. Te mindegyikre emlékszel? Igen, amit a kotlet után csináltál, az még engem is meglepett. Leböfögtem rólad a hajat. Még a parókám is elcsúszott. Egészen legyengültem a vegetariánus kosztól. Amióta hazajöttem, egy ilyen vadhúsos pitére vágyom. Lehet, hogy ez a sok zöldség megfelelt a szüfrazsetteknek, akik korláthoz láncolták magukat, sőt, Szúnak is bejön, de nekem nem. Szörnyen véznának érzem magam. Úgy látszik, ez alatt a néhány nap alatt igazi edwardiánus lett belőle. 7. nap. Eljött az edwardiánus korban eltöltött hetünk utolsó napja, és ezt egy hatalmas piknikkel ünnepeljük. Az automobil megjelenése megadta a kor vagyonos embereinek az utazgatás szabadságát. A szolgáikat minden esetre mindig előre küldték. Piknik, párolt homár, hideg sonka, hideg nyelv, libamájpástétom, sonkás spárgás pirítós, pezsgő. Utálom a pikniket. A legtöbb, ami tőlem telik, hogyha nagyon süt a nap, kimegyek a parkba egy csomag chipsszel. Aztán rögtön visszarohanok a házba, és felcsavarom a fűtést. A homárból orosz salátát lehet készíteni. Akkoriban szerették az orosz konyhát, például a Stroganov bérszint. Rajongtak a Romanov családért, amíg ki nem írtották őket. Szerintem az edwardiánusok ezt kidobták volna. Most kipróbálom ezt az új találmányt, a termoszt, hogy igyak egy forró teát. A középosztály mérge. Csodás. Én pezsgőt iszom. Otthon érzem magam. Milyen szelíd ma a természet, nem igaz? Elnézést, a természetet megszelidítheted, de engem soha. A piknik nem volt olyan felemelő, mint reméltük, ezért maradékainkat hátrahagyva elindulunk, hogy utolsó esténket egy fokkal egészségtelenebb környezetben töltsük el. A Savoy a kor legelegánsabb szállodája volt. Az előkelő nemesség itt találkozott először azokkal az emberekkel, akiket sohasem hívtak volna meg magukhoz. Színésznőkkel, amerikaiakkal, zsidókkal és új gazdagokkal. A hotel bankettjein mértéktelen luxus uralkodott. Az udvart velencei csatornává alakították, és a szökőkutakból valódi pezsgő csordogált. A vendégeket Caruso szórakoztatta dalaival. Ma este egy 1905-ös januári díszvacsorát fogunk felidézni. Egy ilyen estéért 7 fontot kellett fizetni, ami a harmada annak, amit a saját fogadásunkra költöttünk. Lehet, hogy az emberek ezért jártak inkább étterembe. A Savoy francia szakácsa Patrice Martino ma a nagy edwardiánus előd, Auguste Escoffier nyomdokaiba lép.
A vacsorát méregdrága kaviárral és osztrigával kezdjük. Mai vendégünk a 21. század Escoffier-ja, Anton Mossiman. Isteni! Úgy az igazi, ha héjastul emeljük a szánkhoz, mert így a levét is megihatjuk. Jött vissza a kaviárból? Nem. Nem? Helyes. A következő fogás pocofő, ami húslében főtt marhalapockából, lábszárból, ökörfarokból és bordából áll. Azt szeretem az edwardiánus ételekben, hogy pontosan látjuk, mit eszünk. Miután bemutatták, a húst visszaviszik a konyhába, ahol felvágják, majd húslével, kenyérrel és mártással körítve visszahozzák a vendégeknek. A mennyiségben megint nem kellett csalódnunk. Ezt mind megeszi? Igen. Döbbenet. Egész héten ez van. Giles-szal halálra zabáljuk magunkat, minden fogást végigeszünk. Amíg bírjuk. És éhesek maradunk, egészségünkre. Egészségünkre. Nagyszerű ez az este. Nagyon kellemes. A legjobb? Igen. A következő fogás nyelvhal vagy apróhal, választás szerint. De a leves sikere után mindkettőből kérünk. Uram, teremtőm! Milyen meggyőző egyszerűen vagy? Egyszerűen csodás ez a haltorony. Ezt nézzék. Gyönyörű. Köszönöm szépen. Mi ez a barna szósz? Milyen szósz ez? Szósz diable. Diable? Az ördög kotyvaléka. Már jöhet is a következő fogás. Sült csirke rizssel, libamájjal, fekete szarvasgombával töltve, gombás szarvasgombás mártással leöntve, egy kis borjú nyelvvel. A tetejére egy réteg szeletelt szarvasgomba is kerül. Érdemes egy pillantást vetni erre a művészi tálalásra. Káprázatos. Kezdek újra megéhezni. Én is. Szintén? Miközben mi a szarvasgombán dolgozunk, a konyhában már készítik a következő fogást, a bárány-gerincet. Nem spóroltak a gombával. Nem bizony. Manapság szarvasgomba kóstolókon dől el, melyiket használják. Fantasztikus. A színe is jó, szép fekete. Nem tudom megállni, hogy ne lopjak még egy kis gombát. Szép nagy darab. Hogyan állapítja meg, hogy melyik a legjobb? Érkezik a bárány. Majd utána a kacsa. Ezeket Franciaországban ölték meg nekünk, szörnyű. Megfojtották őket. A módszer kegyetlen, de a recept jó. Ez az elkészítési mód nagyon látványos, és csak a legjobb éttermekben juthat hozzá az ember. A kacsák szinte nyers szívét és máját kiveszik, majd belehelyezik egy tömör ezüst prés szerkezetbe. Drágám, nekünk is kell egy ilyen. Kell bizony. Ó, ez elképesztő. Kacsa juice. A folyékonnyá tett szívet és májat a vendégek előtt készítik el a kacsa vérével, egy kis húslével és pezsgővel. Úgy látszik, az edwardiánusok szerették a műsort. Erről szólt ez az egész asztal körüli hercehurca, nem? Kész dráma. Igen, az. Erős más szaga van. Így van. Igen. Nagyon is. Ezek után inkább vadhús ízt várnék, mint kacsa ízt. Biztos a vér miatt. Van egy kis fémes íze, ugye? A spárga és a hollandi mártás fölött vendégeink megvitatják az edwardiánus étrend előnyeit. Ha én mindig ilyen ételeket ennék, mint az edwardiánusok, 5 évem sem lenne hátra. Az emberek ma kiegyensúlyozottabban táplálkoznak. De ez azért nem egyenlő azzal, hogy csak fehérjét kéne fogyasztani. Nem csak fehérjét kell fogyasztani, hanem fehérjét, zsírt és szénhidrátot egyaránt. A titok nyitja az, hogy meg kell találni a helyes egyensúlyt. Elnézést. Ez nem jött össze. Elnézést, de nem tudok megbirkózni vele. Reméljük, hogy a következő fogással nagyobb szerencséje lesz. Az est fénypontjaként Escoffier híres barack melbáját szolgálják fel. A barackos, fagylaltos, málnaszószos desszert egy jéghattyú szárnyai alatt érkezik. A barack melbát Escoffier, a híres operaénekesnő, Nelly Melba tiszteletére alkotta. A hölgy egy hisztérika volt, de neki köszönhetjük ezt a finomságot. Nagyon oda lehetett a nőért. Barátok voltak, és Nelly operajegyeket adott neki.
Igazi díva volt. Igen, csak a legjobb dalokat énekelte. Egy arcfelvarrás végzett vele. Így van, igen. Szörnyű, összeesett az arca, úgy nézett ki, mint egy földcsuszamlás. Úgy nézett ki, mint ez a melba. Igen, a műtétje után át kellett alakítani a melbát folyékonnyá. Csak így tudta megenni. Gondolom. Kard ki kard! Kiszúrom a szemedet. Jaj, a szemüvegem. Ez volt az egyik legfinomabb vacsora, amit valaha ettem. Tökéletes zárása az edwardiánus hétnek. Holnap megyek vissza az orvoshoz. Bele sem merek gondolni, mi lesz a koleszterin szintemmel és a köszvényemmel. Az a puccos doktor Peti teljesen ki fog készülni. Na mindegy, fő, hogy vége, és élve megúsztam. Ezt elsiettem. A pikáns zárófogás még vissza van. Néhány vajas szarvasgombás falatka, a canapé à la dienne. Még egy vékony szelet húst. Egyszerűen szörnyen érzem magam, a szívem kalapál, izzadok, mint a ló, és ráadásul totál begerjedtem. Eluralkodott rajtam valami sürgető érzés. Legszívesebben mindent felfalnék. Reggeltől estig csak zabálnék, vedelnék és dohányoznék. Kikészültem ettől a rengeteg vértől, fehérjétől, hústól, rosttól és belsőségtől, a sok döglött állattól. Úgy érzem magam, mint egy viking, aki üvöltve veti bele magát a vérengzésbe. Pedig majdhogy nem vegetariánus vagyok. Undorodom magamtól. Giles-szal együtt jöttem haza. Amikor jó étpuszit akart adni, a képembe böfögött. Nem tetszett. Azt hiszem, most egy darabig otthon fogok étkezni. A főző viszont lehet, hogy belekerül a ruhatáramba. Az elmúlt egy héten több mint 45 ezer kalóriát fogyasztottam, ami az ajánlott mennyiség négyszerese. Most kiderül, mit tettem magammal. Elég ijesztő. A karbamid szintje eredetileg 5,7 volt, ami teljesen rendben van, de egy hét alatt felment 9,4-re, ami nagyon magas. 5,7-ről 9,4-re? Igen, nagy ugrás. A koleszterin szintje múlt héten 5,8 volt, most pedig 6,6. A normális érték viszont valahol 4 körül van. A 6,6 az magas, igaz? Igen, de ami még rosszabb, hogy az LDL koleszterinje 4,5-re nőtt. Még rosszabb. Kettőnek kéne lennie. 30%-os emelkedések. Igen. A testzsír százalék 10%-kal nőtt. Sok, igaz? Ön számított erre? Mindenképpen. Annak alapján, amiket a héten evett, kész csoda, hogy csak ennyire károsodott a szervezete. Olcsón megúszta. Ma reggelig azt hittem, hogy mostantól minden este 10 fogásos vacsorákat fogok enni a Savoyban, és piknikezni járok, és libasültet fogok enni lefekvés előtt. De kiderült, hogy ezzel tönkretenném magam. Ha még 15 évig így étkeznék, akkor le is húzhatnám a rolót. Sosem hittem volna, hogy valaha is ezt mondom, de már alig várom, hogy újra salátát és műzlit ehessek. Ne kelljen ezt megennem! A magyar változatot a Life Network megbízásából a Pannonia Sound System készítette.